Tizedik rész. Sokan valószínűleg azt fogják mondani, szívtelenek és bolondok vagyunk, ha röviddel a gyászos felfedezés után már az északi alagúton és a szakadékon járt az eszünk. Nem akarok azzal mentegetőzni, hogy mi is ugyanezen emésztettük volna magunkat, ha nem bukkan fel hirtelen egy tényező, amely más irányba tereli tépelődéseinket. Visszahúztuk a pontyvát szegénygednire, és néma elszörnyedéssel ácsorogtunk, amíg tudatunkba be nem törtek a hangok. Az első hangok, amióta leszálltunk a felvilágból, hol a hegyi szél nyuszített, elfúlva a kísérteties ormokról. Ismerős és hétköznapi voltuk ellenére minden groteszk vagy mesés hangnál váratlanabbul, és nyugtalanítóbban csengtek e magányos halálországban, mert fejtetőre állították összes elképzeléseinket a kozmikus harmóniáról ha arra a széles skálájú, bizarr flóta futamra hasonlít, amelyre légboncolási eredményei után számítottunk, amióta betettük lábunk a borzalmak táborába, túlfeszített képzeletünk ezt vélte hallani minden szélsűvöltésben, az démonian illet volna ez örök kivalóság óta holt vidékhez. Más korok temetőjéhez máskorok hangja való. Ez a lárma kialakult fogalmakat söpört félre, hiszen mi hallgatólagosan elfogadtuk, hogy a déli sark belseje olyan pusztaság, ahol nincs helye a normális élet csökevényeinek. A mitikus hangot nem a vénebbik föld valamely eltemetett ocsmánysága hallatta, amely természet fölötti szívóságában irtóztatóan reagált, mikor évmilliók után megint rásüdött a sarkinap. Olyan csúfondárosan közönséges volt, olyan összetéveszthetetlenül ismerős a Viktória föld melletti hajóztunkból és a megmordó szorosnál felvert táborból, hogy beleborzongtunk, amikor itt harsant fel, hol nem lett volna szabad. Rövidre fogva a szót, egy pingvin rikoltott reketten. A folytott hanga a jég alatti üregekből szürem lett föl, majdnem szemben a folyosóval, honnan jöttünk. Alig, hanem ugyanonnan, merre a másik alagút vezetett a mélységbe. Az élő vízi madár jelenléte abban a világban, amelynek felszínéről korszakok óta eltűnt minden élet, egyszerűen nem hagyott más lehetőséget, mint hogy utána nézzünk, létezik-e valójában többször ismétlődött, és időnként úgy rémlett, hogy nem egyetlen torokból származik. Forrását keresve behatoltunk egy boltíves folyosóba, honnan sok törmeléket eltakarítottak. Iszonyodásunkat leküzdve tartalékpapírt vettünk magunkhoz az egyik leponyvázott szánról, hátat fordítottunk a napvilágnak, és folytattuk a nyomjelzést. Ahol az egyekesedett padlót felváltotta a szemét, tisztán láttunk vonszolásra utaló különös nyomokat, Denfors pedig egy ízben olyan félreérthetetlen nyomra bukkant, melyet fölösleges volna részletezni. A pingvin rikoltás pontosan arra hívott, amerre térképünk és iránytünk mutatta az éjszakabbi alagút száját. Elégedetten állapítottuk meg, hogy a földszintre és az alaksorba vezető átjáró nincs beomolva. Légi felderítésünkből homályosan emlékeztünk arra a feltűnően jó állapotban megmaradt óriás gólára, amelynek pincéjéből nyílt az alagút. Útközben a szokásos, dúsan burjánzó faragványokra hullott az egyetlen lámpa fénye, de nem álltunk meg, hogy szemügyre vegyük őket. Hirtelen ormótlan fehér alak bukkant fel előttünk, mire fölkapcsoltuk a másik lámpát. Különös, hogy az új keresés hevében mennyire elfelejtettünk attól félni, ami ittól állkodhat a közelben. Akik a nagykörtéren hagyták tartalékaikat, a mélységnek vagy környékének felderítése után nyilvánvalóan vissza is akartak térni. Mi mégis úgy dobtunk félre minden elővigyázatot, mintha soha nem is léteztek volna. Az imbolygó fehérség megvolt vagy 180 cm, mégis rögtön tudtuk, hogy nem idegen lény. Azok sötétek, termetesebbek voltak, és domborművek tanúsága szerint vízben kifejlett fura is gyorsan és magabiztosan mozogtak a szárazon. Mindazonáltal nem állítom, hogy ne ijedtünk volna meg a fehér valamitől. Pillanatnyi primitív rettegés szorított bennünket a markába, majdnem cudarab, mint logikus félelmünk azoktól a másikaktól, hogy egyetlen lobbanással oldódjék ki belőlünk, amikor a fehér alak betotyogott egy balra nyíló boltíves oldalfolyosóba, és csatlakozott reketten vigyogó két társához mert csak egy pingvin volt, igaz, óriási, ismeretlen fajta, hatalmasabb minden ismert élő pingvinnél, és szörnyűséges. Albínó volt, és nem volt szeme. Amikor utána mentünk a járatba, és mindkét lámpánkat ráirányítottuk a közömbös egykedvű hármasra, láttuk, hogy valamennyi ugyanahoz az ismeretlen, óriás növésű, szem nélküli albínó fajtához tartozik. Alakjuk az öregek megörökítette őspingvinekire emlékeztetett, és nem sok fejtörésünkbe került rájönnünk, hogy ugyanazon túlélő leszármazottai, amelyek a föld alá valamilyen melegebb tájékra húzódtak vissza, hol az örök feketeségében festék sejtjeik megsemmisültek, szemük pedig haszontalan redővé satnyult. Pillanatig sem volt kétséges, hogy állandó lakhelyük az általunk keresett irdatlan szakadék. A mélység folyamatos melegének és lakhatóságának e bizonyítéka roppant sajátos, és megmagyarázhatatlanul nyugtalanító csapongásra késztette elménket. Azon is eltűnődtünk, mi okozhatta, hogy a három madár kimerészkedett szokott köréből. A halott nagyváros állapotából és csöndjéből nyilvánvaló, hogy sohasem szolgált időszakos pingvintelepként, miután pedig a három madár ügyet sem vetett, ugyancsak különös lett volna, ha az elhaladó másikak riasztják meg őket. Támadóan viselkedtek volna, vagy húskészletüket próbálták meg kiegészíteni? Nem gondoltuk, hogy a pingvinek is, a kutyákhoz hasonlóan, iszonyodnának a dögletes szaktól, hiszen őseik láthatólag felhőtlen viszonyban voltak az öregekkel, és a barátság biztosan megmaradt a szakadékban is, addig, amíg egyetlen öreg él a Földön. Tudományos feltételes reflexeinkkel sajnálkoztunk, hogy nem fényképezhetjük le az abnormális lényeket, ám ott hagytuk őket faképnél rikácsoltukban, és tovább siettünk a szurdok felé, melynek nyitott voltáról most szereztünk nyomós bizonyítékot, irányát pedig, hála a hébe-hóba felbukkanó pingvénnyomoknak, már nem lehetett eltéveszteni. Kevéssel ezután, amikor egy meredek, hosszú, alacsony, ajtóktól meg nem szakított, és különös módon faragatlanul hagyott folyosón ereszkedtünk lefelé, kezdtük hinni, hogy végre közeledünk az alag utcájához. Még két pingvinnel találkoztunk, és madárhangokat hallottunk közvetlenül magunk előtt. Majd a folyosó beletorkolt egy irdatlan nyitott térbe, melynek láttán leesett az állunk. Harminc méter átmérőjű, 15 méter magas, tökéletes félgömb volt, Látnivalóan mélyen a föld alatt, kerületén boltíves nyilások sorakoztak, valamennyi alacsony, egyet kivéve, melynek barlangodóként ásító, fekete kapuboltozata majdnem öt méter magasan hasított bele a gömb szimetriájába. Ez volt a nagy szakadék bejárata. A hatalmas félgömb homorú mennyezete alatt, amely dekadenciájában is lenyűgöző faragott mása volt az ősi égboltnak, néhány oda nem illő albínó vakpingvin kacsázott egykedvűen. A groteszkül agyon faragott szemöldög gerendával és kapubálványokkal keretezett, feketén tátongó bejáraton túli alagút, meredeken zuhant a végtelenségbe, a sírbolti szájból, mintha enyhébb légáramlat, és cseppnyi pára csapott volna meg bennünket. Azon tűnődtünk, hogy a pingvineken kívül milyen lények lappanghatnak még a lenti feneketlen mélységben, a szárazföld lyukacsaiban és a titáni hegyekben. Vajon nem a föld kifürkészhetetlen mélységeiből, kacskaringó csatornákon feltörő párát látta-e szegény lég füstnek a hegyek ormán, és nem ez idézte elő a különös ködöt, amely nekünk szúrt szemet a bástyokoszorús csúcson. Az alagútba lépve megállapítottuk, hogy legalábbis az elején magassága négy és fél méter, szélessége szintúgy. Padlója falai boltíves mennyezete a szokásos megalit építészet viselte. A falakat elszórtan hagyományos rajzolatú kartusok díszítették, a kései hanyatló stílusban. Csodálatra méltó épségben maradt meg mind az építmény, mind a faragványok egészen tiszta volt a padló is, azt a csekéke hulladékot leszámítva, amely megőrizte a kifelé igyekvő pingvinek és a lefelé tartó másik nyomát. Minél lejjebb mentünk, annál melegebb lett, úgyhogy hamarosan ki kellett gombolnunk vastag ruháinkat. Törtük a fejünket, nincsenek-e magmatikus jelenségek a mélyben, és vajon forró-e a naptalan tengervize? Rövid szakasz után a falazatot felvádotta a tömör ám ez is egyenletesre faragottnak tűnt, és az alagút is megtartotta korábbi arányait. Helyjel közzel olyan meredek volt a lejtő, hogy rovátokat vistek belé. Többször figyeltünk fel kis oldaljáratokra, amelyek nem szerepeltek térképünkön. Egyik se volt akkora, hogy megtéveszthessen bennünket a visszatérésnél, de mindnek örültünk, mint lehetséges búvóhelynek arra az esetre, ha a mélységből fölfelé tartó barátságtalan lények jönnének velünk szemben. Tisztán éreztük szavakban elfoglalható szagukat. Az ismert körülmények között vitathatatlanul öngyilkos bolondság volt lemerészkedni ebbe az alagútba, ám vannak emberek, kiket erősebben csábít az ismeretlen, mint sokan képzelnék, hiszen épp ez a csábítás húzott ide bennünket a pólus másvilági pusztaságába. Sok pingvint láttunk lefelé menet, míg azon törtük fejünket, mennyit kell még ereszkednünk. A domborművek alapján arra számítottunk, hogy körülbelül mérföldnyit, korábbi bolyongásaink azonban meggyőztek arról, hogy a lépték nem feltétlenül megbízható. Úgy egy negyed mérföld után pestisessé fajult a szavakban elfoglalható szag, mi pedig rendkívüli óvatossággal haladtunk el az oldalnyílások előtt. Nem gomolygott látható pára, mint az alagút szájánál, aminek nyilván az volt az oka, hogy erre felé hiányzott a hűvösebb légtömeg. A levegő gyorsan melegedett, egyáltalán nem csodálkoztunk, amikor hanyagul kupacba dobált, hát ismerős tárgyakra bukkantunk. Prémek és sátorvásznak voltak, légtáborából, de nem álltunk meg, hogy szemügyre vegyük a szöveten húzódó, rendellenes hasítékokat. Kevéssel ezután észrevettük, hogy feltűnően megnőtt az oldaltárnák nagysága és száma, amiből arra következtettünk, hogy alig, ha nem a darásfészekké juggatott magasabb dombok alatt járhatunk, a szavakban nem foglalható szakhoz valamely másik nem kevésbé dögletes bűzkeveredett, veredett, amelynek eredetéről fogalmunk sem volt. Gyanunk szerint oszló szerves anyagtól és talán ismeretlen föld alatti gombáktól származhatott. És, amire nem készítettek fel a domborművek, az alagút egyszer csak meghökkentően kiszélesedett. Természetes képződménynek tűnő fenséges barlangát ágult, amelynek körülbelül 22 méter hosszú és 15 méter széles, sima padlójú ovájából temérdek írdatlan oldalfolyosó vezetett tovább, a síri sötétségbe. Noha természetes barlangnak látszott, a két kézilápa fényénél kitetszett, hogy mesterségesen hozták létre több szomszédos üreg válaszfalainak lerombolásával. A falak hoporcsosak voltak, a mennyezeten sűrűn csüngtek a cseppkövek. A tömör azonban elegyengedték, és olyannyira hiányzott róla minden törmelék, omladék, sőt, még a por is, hogy az már abnormális volt. De a mi alagutunk kivételével ugyanez volt jellemző a barlangból nyíló valamennyi aknára, ám a sajátos körülmény okát hiába próbáltuk megfejteni. Orfacsaróvá erősödött a furcsa új bűz, teljesen elnyomta a szavakban nem foglalható szagot ebben az egész helyben, szinte fénylővé csiszolt padlatában volt valami sokkal elképesztőbb is iszonytatóbb, mint minden rémség, amellyel eddig találkoztunk. A szembenső járat szabályos vonalai, az ottani bőségesebb pingvénpiszok eltéveszthetetlenül mutatták, melyik a helyes út a szintoly hatalmas barlangszájak temérdek sokaságában. Lévén azonban, hogy porban hagyott nyomokra itt nem számíthattunk, úgy döntöttünk, további bagyondalmak elkerülése véget folytatjuk az útjelzést, Mentünk tovább, ráirányítottuk a fénypászmát az alagút falára, és lábunk földbe gyökerezett az álmulattól, olyan gyökeresen megváltoztak a domborművek a tárnának ezen a részén. Persze tudatában voltunk, hogy az alagút fúrás idejére mélységesen aláhanyatlott már az öregek szobrászművészete, már a hátunk mögötti szakaszban is szemet szúrtak a bárdoratlanabb arabeszkek. De itt, a barlang mögötti lentebbi traktusban váratlanul olyan mássággal találkoztunk, amelyre egyszerűen nem volt magyarázat. És nem csak a minőség volt más, de a jelleg is. A készségek oly mélységes és jóvá tehetetlen lezülléséről tanúskodva, amelyre a hanyatlás eddig észlet jegyei után sem számítottunk. Ez a korcs új irányzat közönséges volt és rikító, tökéletesen hiányzott belőle a részletek finomsága. Túlságosan mélyre vájt sávjai nagyjából követték a korábbi pajzdíszek vonalát, ám a domborművek magassága nem érte el a kőfal szintjét. Denfor szerint a féle palimpszest lehetett, másodfaragvány, amelyet a kivakart korábbi mint a helyébe véstek. Akadémikus, kizárólag díszítő jellegű volt, otrombas és szögei durván másolták az öregek fentkölt matematikai hagyományát, ám inkább tűnt paródiának, mint a hagyomány folytatásának képtelenek voltunk elhesegetni a gondolatot, hogy valami meghatározhatatlan, de mélységesen idegen elem sejlik át a technikai esztétikai vetületen, és Denfors ezt az idegen elemet gyanította lappangani a fáradtságos átfaragás mögött. Olyan volt, mint az, amit az öregek művészetének tanultunk megismerni, és mégis borzongatóan más. Nekem állandóan a római mintára faragott nehézkes palmíriai szobrokat juttatták eszembe. Az egyik legjellegzetesebb pajzsdísz előtt Használt lámpa elem hevert, ami arra utalt, hogy a másikak nem rég fedezték föl a faragott friszt. Mivel nem szentelhettünk huzamosabb időt a vizsgálódásnak, egy futólagos áttekintés után folytattuk utunkat, ám gyakran rávillantottuk lámpáinkat a falakra, hogy van-e valami változás a díszítésekben. Ilyet nem találtunk, ám a sok sima padlatú oldaljárat miatt helyenként megritkultak a faragványok. Kevesebb pingvint láttunk és hallottunk, bár úgy rémlett, mintha tömegesen zajonganának valahol irdatlanul messze a föld mélyében. Ocsmányul felerősödött a titokzatos új bűz, és nagy néha csapta meg csak orrunkat a szavakban nem foglalható szag egy-egy foszlánya. Előttünk a felfelpöffenő pára fokozódó hőmérsékleti különbségekről tanúskodott, és elárulta, hogy közel járhatunk a napot nem látott mélység tengerének parti szikláihoz aztán elől hirtelen valami torlaszt pillantottunk meg a fényes padlón, egészen bizonyosan nem pingvinek voltak. És miután meggyőződtünk róla, hogy nem mozog, felkattintottuk a másik lámpát. 11. rész Most megint oly ponthoz értem, honnan nagyon nehéz tovább lépnem. Meg kellett volna már edződnöm, ám vannak tapasztalatok és érzések, melyek sohasem gyógyuló mélysebet ütnek, és túlérzékenyítesznek még emlékével szemben is az eredeti iszonyatnak. Mint már mondtam, torlaszt pillantottunk meg magunk előtt a fényes padlón, és hozzátehetem, szinte azonnal megostromolta orcimpáinkat is a dögletessé fajút idegen bűz, amely most félre ismerhetetlenül elegyedett az előttünk jártak, szavakban nem foglalható szagával. A második lámpafénye nem hagyott kétséget a torlasz, miben volt a iránt, és csak azért mertünk közeledni hozzá, mert még távolabbról is láthattuk, hogy ugyanúgy elvesztették minden ártó erejüket, mint az a hat másik, amelyeket szegény légtáborában hantoltunk ki, csillag alakú, szörnyű sírhalmaik alól. Ugyanolyan csonkák voltak, mint azok, melyeket mi ástunk elő, bár a körülöttük terjengő sötét-zöld sűrű tócsa napnál világosabban mutatta, hogy őket sokkal, de sokkal később csonkították meg. Mintha négyen lettek volna, noha légjelentései szerint nyolc főből állt az előttünk járó csoport. Egyáltalán nem számítottunk rá, hogy ilyen állapotban találjuk őket, és azon törtük a fejünket, minő rettenetes küzdelem játszódhatott le itt a sötétségben. A pingvinek, ha megtámadják őket, ádázul vagdalkoznak, és azt is hallhattuk, hogy telepük lehet itt valahol a mélyben. Talán egy ilyen kolóniát zavartak meg ezek a másikak, magukra szabadítván a gyilkos kedvű üldözőket? A torlasz nem erre utalt. Egyébként Pingvincsőr alig ha üthetett a kemény szöveteken olyan szörnyű sebeket, amilyenek közelettünkre rajzolódtak ki szemünk előtt. Különben is az óriás madarak feltűnően békésnek látszottak. Talán egymással verekedtek össze, is a négy eltűnt a vétkes? Vannak-e annyira közel, hogy veszélyt jelentsenek? Szorongva sandítottunk a sima padlójú oldartárnákra, miközben nagyon kedvünk ellenére vászorogtunk tovább. Bármi idézte elő az összecsapást, nyilvánvalóan ez szokatlan vándorlásra az ilyet pingvineket. Alig, ha nem a feneketlen mélységben elmosódottan zajongó kolónia közelében robbanhatott ki, mert annak nem láttuk jelét, hogy errefelé madarak tanyáznának azon tépelődtünk, nem valami ocsmány versenyfutás kezdődhetette, amelyben a gyengébbek az elrejtett szánokhoz akartak visszajutni, amikor üldözőik végeztek velük. El tudtuk képzelni azt a démoni viadalt, amint a szörnyetegek kivágódnak a fekete mélységből, rikácsolva iszkoló, rémült pingvén falkákat kergetve maguk előtt. Mondom, lassan és vonakodva közeledtünk az elterülő megcsonkítottakhoz, Adná az ég, hogy ne tettük volna, hanem futottunk volna inunk szakadtából, ki a síkos padlójú ocsmány alagútból, el a maguk alá gyűrteket majmoló, gúnyoló, degenerált domborművektől, vissza, még mielőtt megláttuk volna, amit láttunk, és beleégett volna agyunkba az, ami örökre elvette nyugalmunkat. Mindkét lámpánkat a leros kattakra szögezve, gyorsan felmértük, mi hiányzik belőlük leginkább nem csak összemarcangolták, letaposták, kifacsarták és megszaggatták, de még le is fejezték őket. Egyiknek se volt feje, és közelebb hajolva láttuk, hogy nem is annyira levágták, mint inkább letépték, vagy valami ördögi módon leszippantották róluk a tapogatós tengeri csillagidomot. Undorító sötét zöld vérük terjengő pocsajába gyűlt alattuk, szagát azonban félig elnyomta az új és idegen bűz, amely itt töményebb volt, mint bárhol. De már csak mellettük állva döbbentünk rá, mi árasztja az idegen büdösséget, és abban a pillanatban a megkínzott idegzetű Denforsz hisztérikus sikaját verték vissza az ősi boltíves folyosó, gonosz palimpszest vésetei, mert eszébe jutottak bizonyos roppantúl kifejezés teljes domborművek, melyeket 150 millió évvel ezelőtt faragtak a permkor öregjei. Kis híján én is visszhangoztam a sikoját, mert én is láttam azokat az ősi faragványokat, és borzongva csodáltam meg a névtelen művészt, amiért még az ocsmányváladékot is érzékeltetni tudta a lerogyott lefejezett öregeken, kiket a nagy felkelésben zúztak össze, és szoptak hátborzongatóan fejet lenni a rettentő sogotok. Vérfagyasztó, lidérces domborművek voltak. Még így is, hogy időtlen idők óta elmúlt dolgokról beszéltek, mert a sogotok képe és cselekedetei nem emberi szemnek valók. A nekronomikon őrült szerzője rémülten esküdözik, hogy soha nem tenyésztek a földön, és csak maszlagolt álmodók találták ki őket. Minden formát és szervet mímelő majmoló alaktalan protoplazma, buborékoló sejtek nyúlós halmaza, képlékeny és hajlítható, ruganyos méteres gömbök, városépítésre szugerát rabszolgák, egyre dacosabbak, egyre okosabbak, egyre kétértőbbek, egyre jobban tudnak utánozni. Uramisten! Mely téboly bírhatta rá még a fertelmes öregeket is, hogy ilyen fajzatokat használjanak és véssenek kőbe? És most, mikor láttuk e csak beteg elképzelhető pestises bűzt árasztó, feketén szivárványló friss váladékot, amely vastagon ellepte a fejetlen testeket, és valamivel vékonyabban odanyálozott pontcsomókat festett az undorító átfaragott fal egy simább darabjára, akkor megtudtuk, mi az a kozmikus félelem. Nem a négy másiktól féltünk, nagyon is jól tudtuk, hogy nem árthatnak többé. Szegény ördögök. A maguk módján nem voltak gugonoszak. Emberek voltak, máskorból a létezés más rendje szerint. A természet sátáni tréfát őzött velük, mint fog a többiekkel is, akiket az emberi őrültség, közöny vagy kegyetlenség ezután hantol majd ki a holt vagy alvó sarki sivatagban és ez lett az ő tragikus hazatérésük. Még kegyetlenek se voltak, hisz mit műveltek tulajdonképpen? A szörnyű ébredés a hidegben, egy ismeretlen korban, a kába védekezés az eszeveszetten csaholó szőrös négylábúak, és az ugyanolyan eszeveszett, furcsa leplekbe burkolózott, furcsa fegyvereket forgató fehér majmok ellen, szegény lék, szegény gedni és szegény öregek. Tudósok voltak a körmük hegyéig, mit tettek, amit mi nem tettünk volna meg. Istenem, micsoda intelligencia és kitartás! Hogy dacoltak a hihetetlennel akár csak faragott testvéreik és elődeik, kiknek alig kevésbé hihető dolgokkal kellett szembenézniük. Akármilyenek lettek légyen is, tüskésbőrűek, növényszerűek, szörnyszülöttek, csillagfajzatok, emberek voltak. Átkeltek a jeges ormokon, amelyeknek szentélyeiben valaha ájtatoskodtak, és páfrányfáik között barangoltak. Rátaláltak átok a halott városukra, és ők is, mint még mi, kiolvasták a domborművekből, mi történt később. Megpróbálták megkeresni élő társaikat a sose látott mítikus fekete mélységben. És mit találtak? Mindez egyszerre villant át az agyunkon, miközben hol a lefejezett benyálazott alakokat, hol az ocsmány palimpszeszt és az odaköpött friss váladékot néztük, és megértettük, mi lett a diadal, mi él még ma is odalent a tengeri ciklopszi városában, a bakacsinba vont pingvinekkel pirimezett mélységben, amely most bajósan bodorodó, fakó párát kezdett el böfögni, mintha Danforth hisztérikus sikolyára válaszolna. A lefejezetteket mocskoló szörnyeteg nyálka megrendítő fölismerése néma szobrokká bénított bennünket, csupán későbbi társalgásainkból derült ki, mire gondolt a másik abban a pillanatban. Nekünk úgy tűnt, örökké valóságig álltunk ott, noha nem lehetett több 10-15 másodpercnél. Az a gyűlöletes, fakópára úgy gomolyodott, mintha egy messziről közeledő tömeg tolná maga előtt, aztán jött a hang, amely szinte mindenben cáfolva addigi véleményünket, végre megtörte a varást, és akkor már tudtunk rohanni inunk szakadtából, rikoltozó megzavarodott pingvinek mellett, vissza a megjárt ösvényen a városba, Jégbe süppett megalit folyosókon át a hatalmas, nyitott körtérig, fel az ősrégi csiga vonuló rámpán, lázasan gondolkodás nélkül az egészséges levegő és a napfény felé. Mint mondottam volt, jelentősen módosítanunk kellett addigi véleményünket, mert az új hangot szegény légboncolása alapján azoknak kellett tulajdonítanunk, akiket halottaknak hittünk. Demforsz később elmondta, hogy pontosan ugyanez ütötte meg a fülét odafent, a jég fölött, a sikátor sarkán túl, rendkívül folytottan. Kétségtelenül megdöbbentően emlékeztetett a szélsivítására, melyet mindketten hallottunk a csúcsokon tátongó barlangok felől vállalva a gyermekesség látszatát, hozzátennék még valamit, ha csak annak bizonyítására is, milyen meglepően hasonlítottak Danforth benyomásai az enyémre. Persze közös olvasmányaik nagy szerepet játszottak ebben az értelmezésben, noha Danforth szélzott ismeretlen és tilalmas forrásokra, melyekből talán pómerített, mikor a múlt században megírta az Arthur Gordon Pimet. Mint tudjuk, ebben a fantasztikus mesében elhangzik egy a dél-sarktól elválaszthatatlan, ismeretlen ám rettenetes és csodás jelentőséggel terhes szó, amelyet örökösen víjognak a gyászos vidék szívében holt fehér óriás madarak. Tekelili, tekelili. Beismerem, pontosan ezt vettük hallani a közeledő fehér pára mögül, ezt a sajátosan széles skálájú, alattomos, dallamos füttyögést. Három hang vagy szótak se hangzott még el belőle, de mi már hanyat homlok menekültünk, bár tudtuk, hogy amilyen sebesek az öregek, egy sikoltástól fölvert üldöző, aki túlélte a mészárlást, ha tényleg akarja, perc alatt elkap bennünket. Mindazonáltal volt egy olyan homályos reményünk, hogy ha békésen és értelmesen viselkedünk, megkímélhetnek bennünket, ha másért nem, tudományos kíváncsiságból. Végül is, ha nincs mitől tartaniuk, akkor okuk sincs nekünk ártani. Miután ilyen helyzetben forosleges volt minden rejtőzködés, futtunkban hátra villantottuk a kézilámpát, és megállapítottuk, hogy a köd ritkul. Lehet, hogy láthatunk végre egy ép és élő másikat. És megint felhangzott az a dallamos, csalárt Te szó. Tekelili, tekelili. Aztán észrevettük, hogy nő közöttünk a távolság, és akkor arra gondoltunk, talán sérült a lény. Így sem kockáztathattunk, mert nyilvánvaló, hogy nem egy másik üldöző riasztotta fel, hanem Danforth sikoja. A két esemény szoros egymás utánisága kizárt minden kétejt. Hogy hol lehet az az elmosódó másik lidérc nyomás, az a nyálkát okádó, ember nem látta büdös protoplazma hegy, amelynek fajzata meghódította a mélységet, szárazföldi federítői pedig a hegy odvaiban bujkálva faragták át a falakat, Arról fogalmunk se volt, és egy pillanatra őszintén bánkodtunk, amiért itt kell hagynunk a valószínűleg megnyomorodott öreget. Talán az egyetlen túlélőt, ahol elfogatás és kimondhatatlan sors vár Hála az égnek nem lassítottunk. Megint összesűrűsödött a bodros pára, és fokozott sebességgel hömpögött előre, hátunk mögött rikoltoztak, visítoztak az elkúszált pingvinek, és olyan vakrémület látszott rajtuk, ami igazán meglepő volt, hiszen tőlünk épp hogy összerezzentek, mikor elhaladtunk mellettük. Megint hallottuk azt a vészjósló, széles skálájú sípolást. Tekelili, tekelili. Tévedtünk. A lény nem volt sebesült, csak megállt, mikor rábukkant elhullott rokonaira, és fölöttük a váladékkal odamázolt ördögi feliratra. Sose tudtuk meg, miként szólt a démoni üzenet, ám a temetések légtáborában megmutatták, mennyi fontosságot tulajdonítottak halottaiknak a lények. Lámpánk fényében, amelyeket most már minden gátlás nélkül használtunk, kinyílt előttünk a tágas barlang, ahol különböző utak találkoztak, és mi boldogok voltunk, hogy magunk mögött hagyhatjuk azokat az inkább sejtett, mint látott, vérfagyasztó palimpszeszt véseteket. A barlang láttán arra gondoltunk, hogy a széles tárnák elélegzetelállító gyújtópontjában talán lerázhatnánk küldözünket. Sok albinó vakpingvin volt a nyílt térben, és láthatólag annyira rettegtek a közeledő lénytől, hogy az már érthetetlen volt. Lámpánkat mereven magunk elé tartottuk, fényét annyira letompítottuk, hogy még éppen lássunk mellette. A rémült sivalkodás talán elnyeli lépteink zaját, a ködben csoszogó óriás madarak eltakarhatják, merre mentünk. Úgy számoltunk, hogy a kavargó fortyugó párában nem nagyon lehet megkülönböztetni a törmelékes hoporcsos főfolyosót a vérfagyasztóan simára nyalt többi ürektől, még azokkal a különleges érzékszervekkel sem, amelyek szükség esetén, ha nem is teljesen, de részben függetlenné tették az öregeket a fénytől. Őszintén szólva féltünk, nehogy eltévedjünk a nagy sietségben. Természetesen egyenesen a halott város felé tartottunk, kimondhatatlan következményei lennének, ha elkeverednénk az ismeretlen előhegyek darásfészkében. Túléltük, és kijutottunk, ami elegendő bizonyíték rá, hogy a valami a rossz tárnát választotta, mi pedig a gondviselés kegyelméből a helyesbe találtunk bele. Egyedül nem menthettek volna meg bennünket a pingvinek, de úgy tűnik, a köddel együtt igen. Az irgalmas sors a döntő pillanatban megtartotta elég sűrűnek a habzó párát, amely egyébként állandóan hullámzott és szertefoszlással fenyegetett fel is lebbent egy villanásnyit, épp mielőtt kivágottunk volna az undorítóan átfaragott alagútból a barlangba, és akkor láttuk először egy töredék pillanatra az utánunk nyomakodó valamit, amikor még egyszer utoljára kétségbe esetten sandítottunk a hátunk mögé, hogy aztán letompítsuk a lámpát, és az üldözők kicselezésének reményében elvegyüljünk a pingvinek közé. Ha a sors, mely eltakart bennünket, irgalmas volt, úgy épp ellenkezőjét mondhatom el arról, amely megadta a töredék pillanatot mert ami fölrém lett a féle látomásban, az épp fele volt az izonyatnak, amely azóta is kísért bennünket. Talán az üldözője fajtáját és útját felmérni akaró üldözött ösztene készített bennünket, hogy megint hátra nézzünk, vagy egyik érzékszervünk tudatalatti kérdésére kerestünk gépiesen választ. Futás közben, mikor minden képességünk a menekvésre összpontosított, nem voltunk olyan állapotban, hogy részleteket figyelhessünk meg és elemezhessünk, lappangó agysejtjeink azonban bizonyára megütköztek szaglóhámunk üzenetén. Később rájöttünk, mi volt ez. Távolodásunkat a büdös váladékkal benyálazott fejetlenektől és az üldöző egyidejű közeledését nem követte a szagok logika diktálta változása. Az elesett lények szomszédságában mindent elnyomott az új és megmagyarázhatatlan bűz, Mostanára azonban már ki kellett volna szorítania a másikakhoz társított, szavakban nem foglalható szagnak. Ez pedig nem, hogy nem történt meg, de az új és még elviselhetetlenebb töménybűz minden pillanattal dögletesebb lett. Úgy tűnik, egyszerre néztünk vissza mindketten, bár nyilván egyikünk kezdte, és a másik csak őt utánozta. Eközben mindketten belevillantottuk teljes fényerőre állított kézilámpánkat a percre megritkult ködbe, vagy vegy tiszta primitív szorongásból, hogy lássuk, amit látnunk kell, vagy attól a kevésbé primitív, de szint olyan ösztönösen igyekezettől sarkalva, hogy elvakíthassuk a valamit, még mielőtt letompítanánk a fényt, és besurrannánk a pingvinek között az útvesztő tengejébe. Boldogtalan tett. Sem Orfeusz, sem Lót felesége nem fizetett keservesebb árat azért, mert hátra nézett. És megint felzendült az a széles skálájú, borzasztó fuvalázás. Tekelili, tekelili. Őszintén megmondhatnám, bár szó szerint azért nem bírnám, mit láttunk, noha akkor úgy éreztük, ezt még egymásnak se valhatjuk be. Az olvasó a leírt szavakból még csak meg sem sejtheti a látvány szörnyűségét. Annyira megbínította tudatunkat, hogy csodálkozom, amiért egyáltalán maradt még erőnk terveinknek megfelelően letompítani lámpánk fényét és berontani a halott város felé vezető alagútba. Csak az ösztön kormányozhatott bennünket, talán jobban, mint amire az ész képes lett volna, bár ha mégis az mentett meg, úgy nagy árat fizettünk érte, mert igencsak kevés eszünk maradt. Danfors teljesen szétzilálódott. Az első emlékem az út hátralevő részéből az ő hibbant gajdolása. Rajtam kívül mindenki egy őrült csapongásának tartotta volna a hisztérikus ráolvasást, amelyet fejhangon vertek vissza az előttünk elnyúló és a mögöttünk húzódó, és immár Istennek hála kihalt boltozatok. Nem rögtön kezdhetett rá, mert hiszen akkor nem élnénk, és akkor nem rohanhattunk volna eszeveszetten. Reszketek elgondolni, mi lehetett az a leheletnyi változása idegei reakciójának, ami kirobbantotta. Déli stáció alsó, Washington alsó, Parkutca utca alsó, Kendall, Központ, Harvard. Szegény ördög a Boston Cambridge föld alatti vonal ismerős állomásait óbégatta, amelyek innen több ezer mérföldre az új angliai békés otthoni földben követik egymást. Én azonban sem összefüggéstelennek, se otthonosnak nem találtam a kántálását, csak rettenetesnek, mert csalhatatlanul tudtam, miféle szörnyű, visszataszító analógia is lette. Hátra nézve arra számítottunk, hogy egy félelmetes, hihetetlen, mozgó valamit pillanthatunk meg, ha elég gyér lesz a köd, ám erről a valamiről határozott elképzelésünk volt. És amit láttunk, mert a pára gonosz módon túlságosan is megritkult, az valami egészen más volt, kimondhatatlanul ocsmányabb és gyűlöletesebb. Pontosan azt testesítette meg, aminek nem szabadna lennie, ahogyan a fantasztikus író mondja. Leginkább a föld alatti vasút állomására berobajló égtelen nagy szerelvényhez lehetett volna hasonlítani azt a feneketlen földalatti alatti mélységekből előzúduló, furcsa színű fényektől csillagos, behemót fekete tömeget, amely úgy töltötte be a hatalmas járatot, mint hengert a dugattyú de most nem állomásperonnyán álltunk, hanem rohantunk a négy méteres csövön felbudjanó, feketén szivárványló büdösség elől, melynek lidércesen képlékeny sátán sátáni sebességgel hajtotta maga előtt a mélység, újra összesűrősödött párájának fakóférgét. Iszonytató, leírhatatlan valami volt. Hatalmasabb minden föld alatti szerelvénynél a protoplazma buborékoknak az az egész alagutat betöltő, gyöngén lumineszkáló formátlan masszája, amelynek elején, mint megannyi zöldes fényjel felfakadó genytűsző, szakadatlanul nyíltak ki és vissza az ideiglenes szemek miriádjai. Lecsapott ránk, legázolta a fejvesztett pingvineket, és végig a gonoszul csillogó padlón, amelyet ő és fajzata nyalt tisztára minden hulladéktól. Megint hallottuk azt a hátborzongató gúnyos rikoltást. Tekelili, tekelili. És ekkor végre eszünkbe jutott, hogy a démoni sogotok, amelyek csak az öregektől kaptak életet, gondolatot, képlékeny szerveket, és nyelvük sem volt a ponthalmazokon kívül, hangot sem tudtak adni. Legfőjebb rég volt uraikat utánozták. 12. rész Mindketten emlékszünk rá, hogy jutottunk ki a domborműves nagyfélgömbbe, és törtettünk végig a halott város ciklopszi termein és folyosóin. Ezek azonban csak álomszerű foszlányok, amelyek nem őrizték meg a részleteket, a fizikai fáradtságot vagy az erőlködés nyomát. Mintha lebegtünk volna egy elmosódott világban vagy dimenzióban, ahol nincs idő, okság, irány. Az óriás kört tér szürke félhomája kiúzanított némileg, de azért oda nem mentünk volna a három elrejtett szánhoz, és meg nem néztük volna még egyszer szegény Gednit és a kutyát. Nekik megvan a maguk titáni és különös mauzóleuma, ahol remélem háborítatlanul nyugodhatnak az idők végezetéig. Akkor vettük csak észre, hogy iszonyúan fáradtak vagyunk, és hangosan zihálunk a futástól a ritkás levegőjű fensíkon, amikor a csavarmenetes óriás rámpán vonzoltuk magunkat felfelé, ám még az ájulás félelmesebb bírhatott rá, hogy megálljunk, mielőtt kiértünk volna a nap és az égbolt birodalmába. Valahogy helyén valónak éreztük így válni meg az eltemetett koroktól, Míg mi levegőért kapkodva vonzolódtunk fölfelé a 18 méteres ősöreg henger belsejében, mellettünk szakadatlan menetben vonultak a holdfaj ifjú és romlatlan stílusában fogant heroikus domborművek, az öregek 50 millió éve írt búcsú üzenete végre felevickélve a tetőre, leomlott kőtömbök irdatlan bogjáján találtuk magunkat, nyugatra a magasabb ciklopszfal ívelt, keleten a roskatagabb építmények mögött a nagy hegység csúcsai komorlottak. Nyugaton vörösen sandított át a romok fűrészes nyiladékain a pólus alacsonyan járó éjféli napja, és a viszonylag ismert és megszokott délsarki táj mellett még vénebbnek és holtabbnak tűnt a lidérces város. Felettünk színjátszón áttetsző párától habzott az ég, és a hideg a csontunk velejéig hatolt. Fáradtan lengettük zsákjainkat, amelyekhez ösztönösen ragaszkodtunk, kétségbe esett menekülésünk közben is. Majd begomboltuk vastag ruhánkat, mielőtt lebukdácsoltunk volna a dombról, és átvágtunk volna az ősereg szikla útvesztőn a hegyek lábáig, ahol repülőgépünk várakozott. Arról, ami kiűzött bennünket a föld időtlen és titkos bugyrainak sötétjéből, egyetlen szót sem ejtettünk. Nem egészen 15 perc alatt megtaláltuk ugyanazt a hegylábhoz fölvezető meredét, valószínűleg egy ősrégi teraszt, amelyen leereszkedtünk, és megpillantottuk a hegyoldal ritkás omladékai között nagy eroplánunk sötét tömegét. Félúton célunk felé szünetet tartottunk kifújni magunkat, és megfordultunk, hogy még egyszer lenézzünk az elképesztő szikla alakzatoknak arra a fantasztikus gubancára, amely titokzatosan rajzolódott ki az ismeretlen nyugat előterén. És láttuk, hogy a város mögött kitisztult a reggel még ködös ég, az örökmozgó jeges pára fölvándorolt a zenitre, és ott, mintha egy csúfondárosan bizarr mintába akart volna rendeződni, de úgy, mintha óckodna a határozott vagy megmásíthatatlan vonalaktól. És most ott húzódott, borús ígéretesen a groteszk város mögött, a végső fehér szem határon, egy viola szín fűrészfogas vonulat, amelynek tűhegyes ormai álomszerűen derengtek a nyugati ég csalogató rózsaszínén. E csillámló perem irányába emelkedett az ősfenség, amelyen mint árnyék pántlik a kanyargot végig a hajdan volt folyó medre. Egy pillanatra a lélegzetünk is elállt éter ilyen kozmikus szépségétől, hogy aztán meghatározhatatlan borzadály vegyen erőt rajtunk. Mert az a viola színvonal nem lehetett más, mint a tiltott vidék dermesztő hegyei. A föld teke legmagasabb ormai, kimondhatatlan rémségek, ősi titkok ember nem járta hona, melyet imádtak és rettegtek azok, kik nem merték kőbevésni jelentését. Honnan csak a vészjósló villámlobbanásai söpörtek végig a síkon a sarki éjszakában. Kétségen kívül az első mítoszokban köntörfalazva emlegetett szörnyű kadat őstípusa az iszonyatos lengen lieges pusztaságban. Ha igazat mondtak az ember előtti város faragott térképei és domborművei, a titokzatos violaszín hegyek Lehettek vagy háromszáz mérföldre, boszorkányos mi voltuk ettől, azonban semmivel sem lett elmosódottabb. Úgy meredeztek a távoli havas perem fölött, mintha ők fognák körül csipkés falukkal azt a szörnyeteg idegen bolygót, amely most készül elszállni az égbe. Felnyúltak semmihez sem fogható irdatlan magasságokba, hol a ritkás levegőben egyedül azok a gáznemű alakzatok honosak, melyekről suttogva mernek csak szólni érthetetlen zuhanásokat túlélt vakmerű műrepülők őket nézve szorongva gondoltam rá, miket moshatott le átokverte merdélyeikről a városba a hajdan volt nagy folyó, és eltűnődtem, mennyi lehetett az igazság, és mennyi a bolondság az öregek félelmeiben, kik oly vonakodva faragták kőbe e hegyeket. Eszembe jutott, mennyire megközelítheti északi végük a Queen Mary partot, hol nem egészen ezer mérföldnyire, bizonyára most is munkálkodik Sir lesz Mózon expedíciója, és azt reméltem, a sors megkíméli őt és embereit, Nehogy meg kelljen pillantaniuk, mi lapulhat a parti védelmező hegylánc mögött. E gondolatokból megállapítható, mennyire agyoncsigázott voltam akkor, és Danforth még nálam is rosszabb állapotban látszott lenni. Messze voltunk még a csillagalakú hatalmas romtól és az eroplántól, ám félelmeink már átszálltak a csekélyebb, de azért még mindig elég érdek hegyláncra, amelyen újból át kellett kelnünk. Meredeken és ocsmányan ágaskodtak a keleti dombok fölött a Nikolai Reri, különös ázsiai festményeire emlékeztető, romlepte fekete lejtők, és ha arra gondoltunk, hogy azok az ijesztő, alaktalan valamik a legmagasabb csúcsok likacsaiba is felsajtholhatták bűzlő tömegüket, páni rémülettel töltötte bennünket, hogy megint el kell szállnunk, amaz égre néző, vészjósló barlangszájak mellett, hol széles skálájú, gonosz, dallamos fuvolázásra emlékeztető hangon jajgat a szél. Hogy még cudarabbul érezzük magunkat, több csúcs körül is észleltük azt a gőzt, amelyet szegény lég az elején tévesen tulajdonított vulkáni tevékenységnek, és vacogva emlékeztünk arra a párára, melyből most menekültünk el, és a gőzöket böffentő, iszonyatokat dajkáló sátáni mélységre. A gépet a legnagyobb rendben találtuk. Nehézkesen magunkra rángattuk vastag, prímes repülőruhánkat, Denford simán beindította a motort, és mi könnyedén felröppentünk a lidérc nyomások városából. Odalent ugyanúgy nyúltak el az ősi ciklopszfelek, mint amikor először láttuk őket. Emelkedni kezdtünk és bedöltünk, hogy a szoros előtt kipróbáljuk a szelet. Valahol iszonyatosan magasan viharos lehetett a légmozgás, mert a zeniten fantasztikusan gomolyogtak a jégfelhők, ám azon a 7200 méteren, amely az átkeléshez kellett, egészen jól lehetett navigálni. Ahogy közeledtünk a felszökő csúcsokhoz, megint hallottuk a szél különös fütyörészését, és láttam, hogy Denfors keze remeg a kormányon. Noha abszolút amatőr voltam, úgy gondoltam, most jobban el tudnám vezetni a gépet a veszedelmes úton az ormok között, és amikor javasoltam, hogy cseréljünk helyet, mert átveszem a kormányzást, társam nem tiltakozott. Összeszedtem minden ügyességemet és önuralmamat, rászögeztem szememet a hágó falai között az égvörhenyes csíkjára, nem voltam hajlandó tudomást venni a párát pöfögő csúcsokról, és csak azon bánkódtam, miért nincs betömve az én fülem is, mint Odysseus tengerészejé a szirének sziget előtt, hogy a viasz kizárhassa tudatomból a szél fütyülését. A veszedelmesen túlfeszített idegzetű denforsz azonban, megszabadulván a kormányzástól, nem bírt nyugton maradni. Egyfolytában forgolódott és fészkelődött, hol a távolodó szörnyű várost bámulta, hol elől a barlangoktól likacsos, kockáktól ótvaros csúcsokat, majd mellettünk a bástya falakkal csíkozott, behavazott dombok sivártengerét, aztán fent a fortyogó égen a groteszk felhőket. És mikor éppen át akartam manőverezni a hágón, a katasztrófa peremére sodort bennünket vadsikoltozása, mert egy időre elveszítettem kemény önfegyelmemet, és tehetetlenül matattam a kormányjal. Egy pillanattal később diadalmaskodott az akarat, és épp bőrrel kijutottunk a szorosból, ám még mindig attól félek, hogy Danforth már soha többé nem lesz a régi. Mint említettem, nem volt hajlandó elmondani, minő végső borzalom készítette, hogy eszeveszett sikoltásra, ám szomorú bizonyossággal érzem, hogy főleg ez a borzalom a felelős Danforth mostani összeroppanásáért. A hegylánc biztonságos oldalára érve, ereszkedőben a tábor felé folytattunk valamilyen szakadozott társalgást, túlordítva a szélsűvítést és a motorzúgást, ám annak inkább a titoktartáshoz volt köze, melyet akkor fogadtunk, mikor elhagytuk a lidérces várost. Vannak dolgok, állapítottuk meg egyhangulag, melyek nem arra valók, hogy az emberek tudomást szerezzenek és fecsegjenek róluk, és én nem is szóltam volna, ha a Starkvedör Mór féle expedíciót, meg a többieket nem kellene visszatartani bármi áron. Vannak a földön sötét, halott zugok, feneketlen mélységek, amelyeket az emberiség békéje és biztonsága érdekében okvetlenül békében kell hagyni. Különben életre kelnek az alvó szörnyetegek, Isten gyalázóan életben maradt förtelmek tekergőznek és csobbannak elő fekete odvaikból, újabb és távolibb hódításokra készen. Danforth egyetlen egyszer célzott rá, hogy a végső borzalom egy káprázat volt. Semmi köze nem volt, mondja, a halucinációk visszhangzó, gőzölgő, féregjuggatta hegyeinek kockáihoz és üregeihez, amelyek között éppen akkor keltünk át. Egyetlen fantasztikus démoni felvillanás volt az égbolt felhői között, ami ott rejlik az öregek rettegte, nyugati, violaszín hegyek mögött. Nagyon valószínű, hogy közönséges érzékcsalódás volt. A kiált feszültségek és a hegyeken túli, akkor még ismeretlen halott város légtáborához közeledőben látott tegnapi délibábjának kombinált következménye, mindazonáltal annyira életszerű, hogy Danforth azóta is a betege. Nagy ritkán suttog olyan összefüggéstelen és beszámíthatatlan szavakat, mint a fekete bugyor, a faragott perem, a protosogotok, az ötdimenziós ablaktalan idom, a névtelen henger, a vénep fárosz, jogszotot, a fehér őskocsonya, a téren kívüli szín, a szárnyak, a szemek a sötétben, a hold lajtorja, az eredendő, az örök, a halhatatlan. És sok más ehhez fogható hóbortos talányt, ám ha magánál van, hevesen tiltakozik, korábbi különös és vérfagyasztó olvasmányainak tulajdonítva mindezt mert Danfors valóban a kevesek közé tartozik, akik valaha merészelték végigolvasni a nekronomikonnak azt a féregrákta példányát, amelyet lakat alatt tartanak az egyetem könyvtárában. A magasabb rétegekben, amikor átkeltünk a szorosan, valóban magasabb volt a páratartalom, és viharosabb a légköri mozgás. Bár én nem láttam, el tudom képzelni, hogy a jeges pára sajátos formákba csavarodhatott. A vonuló felhőrétegek néha nagyon életteli káprázatokban tükrözik vissza, és nagyítják fel a távoli jelenségeket. A többit pedig elvégzi a képzelet. És Danforth se beszélt volna a rémségeket, ha valamitől nem jutnak eszébe hajtani olvasmányai. Nem is láthatott olyan sok mindent egyetlen pillanatban. De akkor csak azt az egyetlen, túlságosan ismerős, őrült szót víjogta. Tekelili, tekelili. A novellát fordította Sóvágó Katalin, felolvasta Csirke József.